grund ismert fogalom a kerületben. Nem csak Molnár Ferenc Pál utcai fiúk regénye kapcsán, hanem azért is, mert esetében az egyik legrégebbi 2010 óta és legnagyobb területen 500 négyzetméteren működő közösségi térről lehet beszélni. Színes, mintás falak, elvonulásra alkalmas sarkok, szórakoztató játékok, fények, zene, grillkonyha és változatos zenei programok várják az ide látogatókat. Budapest egyetlen szórakoztatóipari eperfája. Arra összpontosítanak, hogy aki betér egyszer hozzájuk, utána visszatérjen, mert ölömét lelte a helyben és a szolgáltatásban. Nem befektetőknek vallják magukat, hanem a kerületet, a vendéglátást és a csapatukat szenvedélyesen szerető embereknek. A bár, a játszótér, a rendezvények, a kisbolt, az oktatási programok sok ember jövésmenésére építenek. A vendégek kiszolgálása mellett ugyanolyan fontos számukra ugyanakkor a szomszédokkal való jó viszony is. Igazi grund ez, ahol mindig történik valami izgalmas, valami emlékezetes. Én úgy emlékszem, hogy a maga a felvetés az az akkori polgármestertől, a Csécsei Bélától jött. Így van. És amikor elkezdtük ezt a projektet, akkor ez még persze csak papíron létezett, 2004-ben, 2005-ben. És a Csécsei úr kérte, hogy ha már csinálunk valamit, akkor szerepeltessük az egyik kedvenc pozitív városi legendáját, mert ezekkel a szavakkal mondta a Pál utcai fiúkat. Tehát az egy ritka lehetőség, hogy valami, ami van, ez egy pillanatra ne legyen. És akkor ezáltal megkeretkezik a kontúrja, vagy annak a szerepnek a megfoghatósága, amit ez a dolog betölt az életben. És nekünk ez megadatott most, ez az esély. Egyrészt mi is megértettük, hogy mi vagyunk, meg a vendégeink, a partnereink, az emberek megértették szerte a világon egyébként, hogy mégis mi ez az egész, és hogy a mentális egészségünkhöz milyen mértékben járunk az hozzá, hogy helyeken elmenve otthonról emberekkel találkozunk. Abszolút euforikus volt, hogy kapok ettől a kerülettől egy kitüntetést, mert hogy ez a megjelenése annak, hogy én itt be vagyok fogadva. Ennek csak így együtt van értelme, ez is kiderült, hogy ne szeparálódjon csak azért valaki, mert ő már 30 éves, és máshogy érzi magát egy városi térben, meg a 10 éves, hanem hogy mindig is ez volt a természetes szerkezet ennek a dolognak. Józsefvárosi Aranykoszorú díjban részesül a Grund 8 kulturális vagyonkezelő és szolgáltató Kft.